És most itthonról tehát. Orbán Viktor mindent megtett, hogy megmentse az emberek pénzét, ezt mondta Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter a broker botránnyal kapcsolatban. A tárcavezető cáfolta, hogy a kormány belső információkkal rendelkezett volna a brókerügyről, és ezért vette ki a Questornál tartott pénzét a külügyminisztérium éppen aznap, amikor a cég csődöt jelentett. A miniszter elismerte, államkötvények helyett készpénzt kapott vissza a tárca, és azt is, a cég vezetője levelet írt Orbán Viktornak arról, hogy bajba kerültek. A baloldali ellenzék szerint Orbán Viktornak le kell mondania, ha nem teszi, a parlament feloszlatását kezdeményezik. A Jobbik mindenkit felelősségre vonna az ügyben, a Fidesz szerint csak a kormány törődik az emberekkel. Ők a brókerügy felelősei az Együtt szerint. Az ellenzéki párt délelőtt a parlament előtt demonstrálta a brókerbotrány miatt. Orbán Viktor a banda vezér. Orbán Viktor tegnap akarva akaratlanul elismerte, hogy ő a banda vezetője, a banda feje. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Orbán Viktort nem támadni kellene az ügyben. Orbán Viktor semmi más nem tett, mint az adófizetők pénzét megmentette. Ezért nem jár köszönet, mert ez a dolga, ez a kötelessége, de a kötelességét 100%-ban teljesítette. Lázár János arra utalt, hogy a miniszterelnök tegnap Sopronban azt mondta, ő maga kérte a minisztériumokat, ha befektető cégeknél tartanak közpénzt, azt azonnal vegyék ki onnan. Kérdésre igen a válasz. Igennel válaszolt arra a kérdésre a miniszter, hogy más minisztériumok tartottak-e közpénzt brókercégeknél. Egyelőre azonban még nem tudják, melyek és pontosan mennyit, az adatokat még összesítik. Lázár János szerint egyetlen információt sem titkoltak el az emberek elől, amikor arról döntöttek, hogy a minisztériumok vegyék ki a pénzüket a brókercégekből. Semmiféle információval nem éltünk vissza, semmiféle tájékoztatási kötelezettséget elmulasztani nem mulasztottunk el, azokból az információkból dolgoztunk, amelyek a nyilvánosság számára is hozzáférhetőek voltak. Semmiféle ilyen kockázatot nem jelent. A kommunikációs államtitkár szerint nem volt veszélyben közpénz, mert azt a szabályoknak megfelelően államkötvényben tartották. Azt ugyanakkor elismerték, a Questor államkötvény helyett készpénzt adott vissza. Nem tudom, mi ez a benfentes kereskedelem. A miniszterelnökséget vezető miniszter tagadja, hogy a kormány bármilyen belső információval rendelkezett volna arról, hogy a Budakes után baj lehet a Questornál is. Azt ugyanakkor az RTL híradó kérdésére elismerte, a Questor vezére Tarsoly Csaba levelet írt a miniszterelnöknek, erről a Figyelő írt először. Tudomásom szerint levelet írt a kormánynak, amit a miniszterelnök úr a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Varga Mihályra szignált. És azt lehet tudni, mi volt a levélben? Ha jól tudom, akkor a levél ugyanazt az információ tartalmat hordozza, amit a Magyar Nemzeti Bankkal közölt. A Figyelő cikke szerint Tarsoly Csaba Szijjártó Pétertől és rajta keresztül Orbán Viktortól várt segítséget. A külügyi tárca azonban ma cáfolta, hogy a külügyminiszternek bármilyen köze lett volna a levélhez. Egyeztetésre érkeznek az ellenzéki pártok vezetői, az MSZP szerint Orbán Viktor cserben hagyta az embereket. Megalázott és elárult embereket utcára hívjuk. Április 11-én Budapesten közösen szervezünk egy utcai demonstrációt. Az LMP és az Együtt szerint a miniszterelnöknek, a külügyminiszternek és a jegybank elnökének le kell mondania. A Párbeszéd Magyarországért pedig felszólította Orbán Viktort, hogy hétfőig kezdeményezzen magával szemben bizalmatlansági indítványt, ha nem, feloszlatnák az országgyűlést. A liberálisok szerint is együttesen kell fellépni a kormánnyal szemben. A DK elnöke nem nyilatkozott az egyeztetés után. Az MSZP először meghívta a Jobbikot az egyeztetésre, de ma reggel azt mondták, mivel nem tartják ellenzéki pártnak, ezért inkább ne jöjjenek. A Jobbik közölte, minden felelőst felkutatna. Az Együtt törvényjavaslatában azt is kezdeményezi, hogy a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank is vegyen részt a befektetők kártalanításában, méghozzá azzal a 200 milliárd forinttal, amelyet a jegybank alapítványoknak juttatott az unortodox gazdaságpolitika oktatására. A Fidesz szerint a baloldali ellenzék azért támadja a kormányt, hogy elkerüljék a felelősségre vonást.